87,3%. És mi köze ennek az új évhez? Hát szeretettel köszöntök mindenkit az online marketinges csatornáján, a decemberi könyvajánlóban. Hoztam nektek 3 könyvet, ami pont arra megy ki, hogy sokkal sikeresebbek legyetek az új évben. De elmondom, hogy miért legyetek sikeresebbek. Ugye megnéztük ezt a 87,3%-ot. És hogy mi ez? Ennyi százalék az embereknek nem tartja be az újévi fogadalmakat. Személy szerint én nem hiszek az újévi fogadalmakban, nem is nagyon szoktam újévi fogadalmat hozni. Szerintem ez csak egy ilyen alibi, hogy na majd újévkor változtatok. Ha változtatni akarsz, akkor változtasz egyik napról a másikra, csak ugye ez sok embernek nehéz, és ezért jöttek az újévi fogadalmak. Igen, nem, csak a probléma ott van, hogy mindenki hoz egy újévi fogadalmat. Leszokok a dohányzásról, eljárok kondiba, stb. Ezt nem tudom, tudtátok-e, de a konditermeknek átlagosan januárban van a legnagyobb bevételük, hiszen mindenki az újévi fogadalmak miatt megveszi a bérletet. És hogyha ti jártok kondiba, akkor tudjátok, hogy januárban mentek, furra tele van a terem, decemberben meg alig vannak emberek. Ez pontosan emiatt van. Tehát, miért nem tartják be az emberek az újévi fogadalmakat? Azért, mert elkezdeni könnyű, de fenntartani nehéz. És nem érnek el olyan gyorsan eredményeket, mint ahogy képzelték. Mondjuk kitűznek egy célt, hogy szeretnének 5 kilót fogyni egy hónap alatt vagy 2 hónap alatt, és látják a második héten, hogy ez nem fog sikerülni. Vagy ez sokkal nehezebb, mint gondolták, és inkább feladják. Na ez a 3 könyv, amit most hozok neked, ez pontosan arra van, hogy te mentálisan fel legyél készülve arra, hogy bármit megteszel a célod érdekében. Az egyik ilyen írónk, az Jocko Willink, őről annyit kell tudni igazából, hogy az amerikai haditengerészetnél volt az elit alakulatnak a vezetője. Tehát egy olyan elég kemény csávóról beszélünk. Néztem róla interjúkat is, brutális, amiket mondott. Az első ilyen könyv az a Extreme Ownership, ez, hogyha jól emlékszem, benne van a könyvklubban is. Magyarra lefordítva ez körülbelül extrém felelősségvállalást jelent. Jocko Willink az egyik interjújában elmondta, hogy ha te egy vezető vagy, akkor minden a te felelősséged. És a könyvben is azt magyarázza el, hogy a kis emberek idézőjelben azok mindig másra hárítják a felelősséget. Ha bármi félre megy, akkor azonnal másra hárítják, hogy hát ez az ő hibája volt, vagy ez miatt ment félre. Viszont az igazán komoly vezetők mindent magukra vállalnak. Szó szerint mindent. Azt mondta, egy ilyen példával szemléltette az interjún, hogy amikor az ő csapata behatolt egy olyan létesítménybe, ami tele volt terroristákkal vagy más katonákkal, és valaki megsebesült a csapatából, az nem az ő hibája volt, hanem Jocko Willinké, aki a vezető volt. Hiszen sokkal jobban fel kellett volna készülnie, sokkal jobban fel kellett volna mérnie a terepet, és mindent megtenni azért, hogy az ő csapata ne sérüljön meg. Közben Jocko Willink ott sem volt fizikálisan, hanem csak telefonon vagy ilyen rádió telefonon kommunikált a csapattal. És mégis azt mondta, hogy ez az ő felelőssége volt. Azt mondta, a könyvnek az a lényege, hogy ha igazán nagy célokat akarsz elérni, akkor mindent magadra vállalsz, és megnézed azt, hogy mi az, amin te tudsz változtatni azért, hogy a kimenetel megváltozzon. A második könyv pedig nem más, mint William McRae... Szia, Kalti! Na szia, csak annyit akartam, hogy szólj nekik, hogy ne felejtsék el lájkolni a videót és iratkozzanak fel a csatornánkra. Jó? Tehát a második könyv az a Make Your Bed nevezetű Admiral William McRaven-től. Ő szintén, hogyha jól emlékszem, egy haditengerészre, de egy elég magas fokozatban lévő haditengerész. Azt hiszem, hogy van egy nagyon hasonló beszéd is, azt nem tudom, hogy pontosan ő tartotta a YouTube-on, de azt is ide lentre a leírásba betesszük. Egy 6 perces ilyen, hát, motivációs beszédnek mondanám. Kb. Ez az egyetlen motivációs beszéd, amit én meghallgattam, és még engem is motivált, és azt mondom, hogy azt a mindenit, ez tényleg jó. Mert a lényeg az egésznek könyvnek, hogy a nagy célokat kis lépésekben kell elkezdeni. És azt mondja a beszédben is, hogy ha meg szeretnéd változtatni a világot, akkor kezd azzal, hogy megágyazol. Mert az, hogy megágyazol, az már egy kis lépés, és ez a kis lépés az agyadat arra fogja serkenteni, hogy minél több feladatot csinálj meg aznap. És az egész csak annyival kezdődött, hogy megágyaztál. A harmadik pedig szintén Jocko Willinktől van, ez pedig a Discipline Equals Freedom, ez pedig a fegyelem egyenlő szabadsággal. Ebben a könyvben Jocko Willink igazából azt mondja el, hogy ha egy komplett napi rutinod van, tehát fegyelmezetten éled a napodat, az egyenlő azzal, hogy szabad vagy. Mert így magyarázza meg az egészet, hogy ha beosztod igazán jól a napodat, akkor sokkal több mindent el tudsz érni, és úgy tudod rendezni a napodat, hogy te neked az jó legyen, ergo szabad vagy. Viszont nagyon sokan azt csinálják az átlag emberek közül, hogy nem tervezik meg a napjukat, nem csinálnak semmit szinte, hanem csak így vannak az életben. Igen, viszont, hogyha így vagy az életben, akkor az idő elfolyik a kezeid közül.
és nem tudod elérni azokat a célokat, ami úgymond ilyen önmegvalósítás lenne, és igazán feltöltene téged. És ezért mondja azt, hogy igenis kell egy napi rutin, igenis kell egy szigorú napi rend, amihez ragaszkodsz, és lehet, hogy néha elcsúszik, de még így is sokkal jobb, mint hogyha nem lenne. Úgyhogy ezt a három könyvet hoztam nektek, és igenis azért decemberbe, mert most olvassátok el, hogy januártól már be tudjátok építeni a mindennapjaitokba. Ebből a háromból kettő biztosan benne van a könyvklubba, a linket itt lent megtaláljátok a leírásba. Szerintem nagyon-nagyon sokat fog segíteni nektek, hiszen most jön a két ünnep is, a karácsony, szilveszter, sőt akár közötte is meg tudjátok hallgatni 15-16 perc alatt egy ilyen könyvet. Szerencsére idén már több mint 340-en csatlakoztak a könyvklubhoz, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek, és nagyon szépen köszönjük a jó értékeléseket is. Remélem tetszett a videó neked. Ha igen, akkor ne felejts el feliratkozni, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!